Kedves körösadányok! Szeretettel köszöntöm Önöket a Körösadányi Népfőiskola első alkalmán. És külön köszöntöm Rozsáj polgármesterét, Sztojka Zoltánt. Biztos, hogy jó lesz. És köszöntöm Kardos Károly polgármester urat. Megjelent képviselőket. A szórólapon már leírtuk azt, hogy mi a mai nap célja, de én azért szeretnék kitérni rá. Számunkra, körösadányok számára nem csak az fontos, hogy mennyi jövedelmet tudunk megtermelni, hanem az is fontos számunkra, hogy ennek a jövedelemnek mi lesz az útja. Hogy ez a jövedelem, az a kevés jövedelem, amit képesek vagyunk megtermelni, az kimegy a településről, hogy itt marad a településen, és ez a pénz kézről kézre forog. Még tavasszal terveztük ezt az alkalmat, mert pályázati pénzből valósult meg. A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatja, és mikor terveztük ezt a programot, akkor én nyilván egyeztettem polgármester úrral, és akkor ő elmondta, hogy az önkormányzat már régóta így gondolkodik. Időközben beszéltem Persicki Boleszláv alpolgármester úrral, aki tudjuk, hogy korábban volt polgármester. Ő is ugyanezt erősítette meg, hogy az önkormányzat már régóta így gondolkodik, hogy próbálja lehetőleg a pénzt helyben tartani. Ez azt jelenti, hogy a beszállítókat, a kivitelezőket lehetőleg körösadányból választják meg. Tehát ez a gondolkodás, hogy a pénz lehetőleg helyben maradjon, ez önkormányzati szinten már régóta működik. A mai alkalom célja az, hogy ezt a gondolkodást alkalmazzuk a mi szintünkön, a lakosság szintjén is. Hogy mi is a pénzünket úgy költsük el, hogy az a pénz ne menjen ki a településről, hanem helyben maradjon. Tehát a helyi élelmiszertermelőktől vásároljunk, a helyi kézművesektől vásároljunk, és akkor ez a pénz, ami a településen van, kézről kézre tud forogni. Tehát a mai alkalom célja ez, és most ugye az egész településről mind a 4000 valány száz lakos nincs itt, de hogyha mi, akik itt vagyunk, akkor ezt elmondják a szomszédaiknak, ismerősöiknek, hogy mit hallottak itt ma, akkor ez a gondolat el tud terjedni a településen, továbbá felvétel készül a mai alkalomról is, mert a következőről is, azért mondom itt, és ez a felvétel megtekinthető lesz a YouTube-on, az Életfa Kulturális Alapítványnak a csatornáján. Tehát akik használják az internetet, azoknak ajánlhatják, hogy a közeljövőben majd ezt nézzék meg ott is, és akkor így módon is tud terjedni az a gondolat. A mai alkalmat említettem, hogy a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatja, és két szervezője van, a Békéscsabai Életfa Kulturális Alapítvány és a Körösadányi Kultúrport Alapítvány. Azért pályázott az Életfa Kulturális Alapítvány, mert az Életfának már van tapasztalata a pályázatok lebonyolításában, és nyilvánvalóan itt a helyi szervezőként nagyon fontos szerepet vállaltak a Kultúrport Alapítvány képviselői is. A képviselők, akik itt vannak, a Nagy Irénke, a Kultúrport Alapítványnak az elnöke, illetve többen is vannak itt. Az Életfa Alapítvány elnöke pedig Kozett Sándor, ő itt van hátul. Őt is szeretettel köszöntjük Körösadányban. Hát azt hiszem, hogy bevezetőként ennyi elég is volt, és átadom a szót Kardos Károly polgármesternek, hogy nyissa meg a Körösadányi Népfőiskola első alkalmát. Az önkormányzat és a képviselőtestület nevében nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Nem biztos, sőt biztos, hogy nem én vagyok a legavatottabb személy ennek a megnyitónak a prezentálására, hiszen nekem otthon, hogyha én állítottam volna, akkor van 4D paradicsom, amit szoktunk szüretelni, úgyhogy azzal szerintem nagyon messze vagyok még azoktól a kiállítottól, hogy megjelenik is termelőktől és helyi termelőktől, akik itt most tiszteletüket tették. De először szeretném megköszönni Vajosnak és a szervező társainak, hogy ezt a rendezvényt így létrehozták, életre hívták. Nekem most itt a
széken ülve eszembe jutott egy másik alkalom, amikor valami hasonlót majd lehetne csinálni, amikor itt néhány ezer képen mozognak ezen a területen, és ott biztos, hogy nagyobb ülve is lehet egy ilyen rendezvénynek csinálni, de hát addig majd meglátjuk még, hogy mi fog történni, de nekem van egyébként a működtelen ezt a majdhoz hasonló napot megtartani. Nézzük benne, hogy fog még ilyenre sor kerül, és akkor mondjuk, ha itt több ezer ember lesz, akkor mondjuk az egyharmadon is tanálni, akkor valószínűleg nagyobb kelentje lesz az elméknek is, és nagyobb hírvelést és nagyobb figyelemfelhívást fogunk tudni ezzel a kis összejövetellel generálni. Én köszönöm a résztvevőknek, azoknak is, akik itt a kis standjaikat összeállították, és mindenki, aki eljött, megcsodálhatta azokat a termékeket, amiket otthon előállítanak. Nem is gondolom az ember, hogy mennyi minden szépség és értékes termék található gyakorlat a településen is, mint Körösvazány. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat, amit Lajos is említette, ennek már korábban is próbált a képviselőtestület döntése alapján ennek a kezdeményezésnek az élére állni, hiszen ha lehet, akkor a üzemi konyhánkon próbáljuk a saját helyi termelőinket beolni. Az a probléma, hogy 900 adagos konyháról beszélünk, tehát vannak olyan dokumentek, amiket muszáj minimum szinten is beszerezni, és ez már, ez a nagyság, ez néha nem mindig teszi lehetővé azt, hogy mindent a helyi termelőtől vegyünk meg, hiszen az nem lehet megtenni, az egyik csoportterek az paprikát, a másik paradicsomot, de mindegyik, hogy tudunk benne annyit, amennyit, és ezt formán kell biztosítani. Ugyanez igaz az építési vállalkozásokra, beruházásokra, hiszen a közbeszerzési eljárások értékhatárait mi nem írhatjuk felül, és hiába tudom, hogy valaki megcsinálja a 150 millió feletti munkát, és Körösvazányban közbeszereztetünk el, ott pedig már a helyi cégek nem mindig indulnak el, az a legnagyobb probléma, hanem valami fővállalkozó mellett, valami oknál fogva kényelmesebb nekik így, gondolom, hogy a felelősség is kisebb, de nem tudom, mi ennek az oka, de azért próbáljuk úgy létrehozni a beruházásokat, hogy amiben csak lehet bevonjuk a helyi vállalkozásokat és termelőket. Azért az elmúlt néhány esztendőben például tartunk a programnak az eszköz beszerzésére, és másodikon azért 10 milliós nagyságrendben maradtak itt források Körösvazányban a helyi kereskedőknél. Ott is van egy olyan határ, hogyha most én megvehetem a sót, de mondok én 4000-ért a szomszéd településen, akkor itt, hogy 5000-ért veszem, és ezt sokszor megcsinálom, akkor rá fogják sütni, vagy az ültnek kezelés. Tehát azért próbáljuk ezeket úgy kezelni, hogy mindenki jól járjon, de sajnos vannak olyan korlátok, amiket nekünk le kell ezen a területen tartani. Örülök neki, hogy ez a kezdeményezés egyébként itt Körösvazányban is elindult. Én remélem, hogy lesz folytatás, mondom már van egy ötletem, hogy majd ez hogyan lehetne tovább kombinálni. Közben még lesz egy választás, amit azért még előbb, de ott még azért van még némi tennivaló, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen rendezvénynek mindenféleképpen van létjogosultsága, és mint minden más területen, hogyha összejönnek azok, akik egy bizonyos területtel foglalkoznak, akkor általában egymástól tanulni szoktak, és olyan dolgokat hallanak, látnak, amiket utána otthon nem is teljes egészében, de részben tudnak hasznosítani. Én azt kívánom, hogy aki most az előadásokat végighallgatja, megnézi, és utána itt a kinti kötetlenek konzultáción és beszélgetések alkalmával ismerettségeket köt egymással, és meg tud tanulni egymást olyan dolgokat, amiket a saját kis gazdaságában is fog tudni majd hasznosítani. Ezzel én akkor meg is nyitnám a mai rendezvényt, nem szeretném rabolni az idejét, és elnézést kérek előtt is az illetlenség ezen nekem 3 órakor egy gyomendőri program miatt fogok a társammal együtt el kell, hogy menjünk be a jövő pénteki előadáson, azon viszont teljes egészében részt fogunk tudni lenni, és köszönöm szépen, hogy meghívtak el a mai napra, és hasznos találkozást kívánok mindenkinek, és megtudom a A körösvazányok nyilván tudják, hogy nem mindig ennyien jöttünk a településen, mint most. Most körülbelül 4600 lakosa van Körösvazánynak, és 1948-ban volt a legtöbb lakosa Vadánynak, 8200 kereképpen. És sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lehet, hogy ez a település valaha 8200 lakost is eltartott, most pedig 4600-at se tud. Sokáig nem találtam a kérdésre a választ. Végül ezért februárjában utaztam Budapestre vonattal,
és a vonaton találkoztam Lánci András bácsival, ő 81-nehány éves úr, és szellemileg teljesen friss, hál' Istennek, és vele a Ladánytól Budapestig végigbeszéltük az utat, és ő adta meg a kérdést erre a válaszra, tehát a választ erre a kérdésre, mégpedig úgy, hogy elmondta, hogy régen a ladányi családok élelmiszerben teljesen önállátóak voltak. Ez azt jelenti, hogy a háznál lévő konyhakertben, illetve a települést övező zárt kertekben a zöldségfélét teljesen megtermelték maguknak. Akkor a legszegényebb család is tudott legalább egy kismalacot meghízlalni. Tehát annyi takarmányt össze tudtak szedni. Tehát megvolt a hús. A gabonát úgy termelték meg, hogy úgy szerezték be, hogy nyáron elmentek aratni. És akkor a munkabér fejében gabonát kaptak, így megvolt az éves kenyérnek való is. A gyümölcsöt pedig aszarták. Ez volt a jellemző tartósítási módszer. Tehát gyakorlatilag a ladányoknak, amire költeniük kellett, az a ruházat volt. Azt meg valahogy megoldották, meg egyébként sem hiszem, hogy a túl sokat fordított rá a legtöbb család. Tehát a második világháború előtt, mikor jóformán még annyi munkája sem volt Ladányban, mint most, így tudott ez a település 8200 lakost eltartani. Ma pedig, hogy a fogyasztói társadalmi hívei lettünk, ezt a 4600-at se tudja a Ladány eltartani, tudjuk, hogy mennyien dolgoznak külföldön, vagy Budapesten, vagy bárhol a világban. Tehát úgy gondolom, hogy ma már ez nem járható út, hogy legalábbis a legtöbb család számára nem járható, hogy minden család élelmiszerben önállátó legyen, de úgy gondolom, hogy település szinten ez megvalósítható lenne. És hogyha azt nézzük, hogy még település jár ebbe az élen, az önállátásba, akkor hogyha valaki szétnéz az interneten, akkor mit talál? Hát rozsáj. Tehát én is az interneten találkoztam rozsájjal, és az interneten úgy emlegetik rozsájt, mint a önállátásban a mintatelepülés, vagy az önfenntartásban mintatelepülés, sőt a start munkaprogramban is mintatelepülés. Tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rozsájtól, amelyik a közvetlenül a román határ mellett található, tehát elég távol van tőlünk, nagyon sokat tanulhatunk, úgy gondolom. És hogyha belegondolunk a település fekvésébe, hogy ott van a román határ mellett, gondolom, még a rozsájon nem sokan jártunk, de azért gondolom a köröstadányok azért megfordultak itt Békés megyében a határ mellett, ha megnézik Gesztet, Mezőgyánt, Nagygyantént vagy Körös-Nagyfalsányt, akkor látják, hogy ez a határmenti fekvés mennyire hátrányos helyzetű. És itt a hátrányos helyzet elmére Rozsán mégis nagyon jó boldogul. Az internetes hírek szerint, nem vagy. És akkor azért, tehát mivel úgy gondolom, tehát Rozsáj önellátásban mint a település, ezért nagyon örülök, hogy Rozsáj polgármesterét, Szlojka Zoltánt itt üdvözölhetünk Körös-Tadányban. És én nem is mondok többet a Rozsájról, jobb, hogyha ő beszél, kérem, hogy mondja el, hogy a önellátásban hogy váltak ők ilyen mint a településén. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Ide fogok állni, mert itt van a számítógép. Jó, ott lenne, akkor odaállnék, de mivel itt van, ide kollégáljak. Ugye nagyon sok mindent hallottunk, és a polgármester kollega is nagyon jó dolgokat mondott. Valóban lesz még egy választás, egy kicsit izgulunk. Én is izgulok, mert magam indulok, és mondom, mi lesz, ha nem szavaznak rám, akkor ilyen lista kivisz, hogy fogom ezt túlélni. Szlojka Zoltánnak hívnak, egy ilyen kicsike kis településre jöttem, Rozsájból 811-en lakjuk. Ebből van 170 cigány ember is velünk. Ez egy új mutató, Székelyek vezették be, biztosan tudják, hogy Székelyek azt mondják, szegény falu az, amit cigány nem tud eltartani. Mi egy olyan közepesen gazdag falu vagyunk ebben a tekintetben, és így is éljük világunkat. Nincs etikai konfliktus, nem is nagyon volt, én nem is nagyon emlékszem rá. A szokásos kis sörtörüléseket kivéve, de ez otthon is megvan a családban. A legnagyobb probléma az, amit itt fent látunk, ugye, ez egy klasszikus idézet, sokan ismerik, minden, aki kegyeneket ad meg egy ma, ez a miltánkból van, és ott nejemmel, és a négy gyerekkel, mert négy gyerek van otthon. Elmentünk egy boltba, és vásároltunk egy kenyeret, és megnéztük, hogy miből is készült a kenyér. De hiszem már meg valaki, hogy miből készült a kenyér. Igen, és? Nem ismerik rá. Igen. Tehát itt olyan dolgok vannak benne, hogy
emulgálószer, glutin, nem tudom, E300, szójaliszt, E500, extra durál, buzaliszt, nem is tudom micsoda, és mindegy ezt szoktam mondani, mert Krisztus úrunk ezt tudta, hónapos sírva szaladt volna a Gecsemáni kertből, és nem lenne keresztre, és olyan óriási problémát okozza. De ami, majd aki elrontotta ezt az egészet, az is tudja helyre rakni, ezek pedig mi vagyunk emberek. És hogyan is lehet ezt helyre rakni, mit is kellene tenni, oda az a szerintünk. A nagy probléma az, hogy a világban megváltozott ez a dolog. Ugye hallottuk, hogy 8600-an is laktak ezen a településen. Szerintem el tudna ez a település tartani 16000 embert is. Tehát nem attól függ, hogy hányan laknak, hanem attól függ, hogy ki szeretne itt lakni. Ezért közösséget kell mindenütt építeni. Ugye a Trozsányt látják fönt, 1954-ben volt ez a fotó, ott mellette nagyon híres rozsályi mesélők voltak, híres zenészek. A Liszt Ferenc Zene Akadémián cimbalom szakon a rozsályi oláhos, a verbunkos és a duflóshoz kötelező felvételi tantárgy, tehát hogy valaki cimbalom szakra szeretne jelentkezni, akkor ezt mindenki tanulja meg. A mai falu pedig úgy néz ki, mint az alsó sor, nagyon sok helyen, ami azt jelenti, hogy zárt világot épít az ember maga köré, és semmit nem tud már az egésztől, ami a kerítésen túl van, és őszinte vagyok, nem is nagyon érdekli, ami a kerítésen túl van, és ez óriási hiba, hiszen az ember az közösség lény. Nem tudom, hogy ez meddig tartható fent, vagy mit is lehet csinálni. Mi megpróbálunk ezzel ellen az átság ellen, vagy ezzel a közön ellen küzdeni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nagyon szép címerünk van, a településen ezt látnák, hogyha eljönnének, kivéve a Várkastély. Gyönyörű várkastélyunk volt 1944-ben, mikor átvonult a front Rozsályon, akkor senki nem nyújt hozzá, a helyiek porták szét, tehát ez nagyon szorgalmas nép a Rozsályon, azt szoktam mondani, igyekszik gombolni is. A településről azt kell tudni, hogy 1291-ben említik először, tehát elég régi település, és a középkor folyamán hatalmas uradalom volt. 54 falu tartozott Rozsályhoz, mint Mátészalka, Fehérgyalma, Csengel, Vásáros, amely ezek a városok is Rozsályhoz tartoztak, és egészen Nyírbátorig ért az uradnak a határa. Több híres, hírhett esemény is fennmaradt ezekről a rozsályi kunokról. Egy párat mondok majd, hogyha kíváncsiak rá. Innen jöttem, kicsit messze van, de éppen az országhatáron. Ha innen jöttem volna, akkor is messze lenne, csak nem az országhatáron lenne, és ez szerintem nagyon fontos lenne. Ahogy mondta a konferencia Lajos, a határ az néha problémát okoz, néha pedig erőnk. Állítom maguknak akkor a cigaretta forgalom, mint a mi környékünk, azt szerintem sehol nincs, tehát fantasztikus, nem tudom, hogy a trafikok hogy fogják meggyőzni ezt a rengeteg cigéladást. Ugyanis romániai 2 kilométerre van, Ukrajna pedig 7 kilométerre van tőlünk, tehát nagyon benne vagyunk a kicsikek is része. Azért karikáztam ezeket a pontokat, mert Pécs van a bekarikázva, például a Dracula házat 200 arany forintért, rozsályi kunyakat vásárolja meg Mátyás királytól, vagy Esztergomban bekarikázva, Esztergomban 1526-ban, mikor Mária királyné menekül, ugye a Mohácsi vész után, akkor a Kun Pálék hozzák ki a hajóhadat, Mária Ugar hölgyének megcsúfolásával, és Déva van még ott bekarikázva, egy időben Déva is Rozsályhoz tartozott, ugyanis Izabella királynak a kapitány, az erdélyi uraknak a részét, tehát a rozsályi Bordemisza Boldizsár volt, tehát nagyon sok réteg többet, és be van Rozsály is, tehát onnan jöttem éternek, ugye, és a többiek is. Gyorsan még a történelem vége. Az 1950-es években gyűjti dr. Béres András össze a rozsályi népességet és leírja a rozsályi táncokat. Ő a Debreceni Déri Múzeumnak volt az igazgatója, ő az, aki a Hagyúság egy népegyüttes megalapítja, és ő az, aki leírja a Mika Pécsi Csárás és a Hortobágyi táncokat. Érdemes elolvasni a meséket, nagyon jó mesék. A 60-as években, 50-60-as években, ahogy beszéltek az emberek, azt tükröződik vissza, tehát az egyszer volt, az egyszer volt. A szellentett a Sphingotnak is, nagyon sok minden olyan dolog, amely az akkori hétköznapi embereket izgatta. Ezt szoktam mondani, hogy igen, tehát vannak benne pajzán meseik is. Ez is, ebből most nem idézek, mert nem tudom, hogy mi kerülök az internetre, és nem szeretnék felekerülni valamelyik show műsorban, nem áll támékokat. De például a általában, igen, választás, mégis csak ezt a kiindul. A meséknek általában a tréfás meséknek az a vége, hogy ez a mese eddig volt, agatyám is benne, vagy agatyám is tele volt, ez meg ami benne volt, ezt majd a végén fogom én elmondani. És a lakadalmasnak, amikor a kis cigányfiú, vagy a legkisebb legény elvesz a gyönyörű hercegnőt, akkor azt mondják, hogy sokan voltak a lakadalomos, ettek, ittak, fagyút szartak, azt azzal világítottak, hogy meg nem haltak. A helyi embereknek az akkori gondolkodás módja és az akkori vidámsága, ez mind benne van. És az ő útján kezdtünk el közösséget építeni. Ez a leges-legelső
fellépésünk, tegnap is volt fellépésünk, tehát hogy egy kicsit valamit kihagyjuk, szóljanak rám, hogy mondjak el minden. Itt gépjegyében voltunk. Ezt bele szoktam rakni ezt a gépet, ennek egyszerre kéne menni. Ugye itt mindenki más csinál, én is rajta vagyok a képen, az én kezem lógott ment a sarokba, csak én nem állítottam magamat. De azt szoktam mondani, hogy itt négyütemű ottó motor is azért működik, mert a dugattyúk nem egyszerre mozognak benne, én egyszerre mozognának, akkor tönkre. Nagyon sok helyen voltunk már, hála jó Istennek, és ami a legfontosabb, kint Erdélyben is többször, ami a legfontosabb az, hogy a gyerekek is viszik ezt tovább. Ugye nagyon nagy gondja a mai világnak az, hogy megszakad a generációk közötti kontakt, az átjáró folyosó, és nagyon kevesen dolgoznak azon, hogy ez megmaradjon. Ma a gyerekek nagy része nem is nagyon jár közösség, de pontosabban jár, csak nem jár, hanem ült a Facebookon keresztül, találja meg a barátait. Én ezzel nem megpróbálom küzdeni annak mennyi és módja szerint, hiszen az a legfontosabb, hogy ők vigyék tovább a dolgot. Ami miatt végül is meglettem ide hívva, az innentől kezdődik. 1992-ben felbomlik nálunk a TSZ, a Rákóczi MGTSZ, és az akkori képviselőtestület és polgármester úgy dönt, hogy minél több földterületet szerez meg a településnek. Jelenleg 95 hektáron hozzákodik a település, plusz a belterületek, ami nem is sok, de nem is kevés. Azt szoktam mondani Pesten, mikor megkérdezik, hogy ez mennyi, azt szoktam mondani, egy John Deere-nak kevés, egy kapásnak sok, tehát így képzelje a dolgot. 93-ban csatlakozunk a Szociális Földprogramhoz, alapító tagjai vagyunk ennek a nagyszerű szervezetnek, és mai napig összejárunk a polgármester kollégákkal évente kétszer, ez körülbelül 16 polgármester jelen, és megbeszéljük egymás problémáit, megpróbáljuk megoldani annak rendés módja szerint. Van gyümölcsösünk, ebből a gyümölcsösből szüretelünk is most már, ez bekerül a közétkeztetésbe, főzünk legpárt is, és hogyha megengedik az asszonyok, akkor egy kis pálinkát is, mert hát hiszen az is bele kell, hogy férjen. Mindenképp. A közösségi élet az a munkával együtt jár, idősebbek azt tudják, hiszen korábban a kicsivel többet kellett dolgozni, mint most, hogy a munkahelyek, a munkavilága az olyan erős közösségeket épített ki, vagy hozott össze, amelyek nagyon sokáig nem maradtak még a nyugdíjkorszak után is. Mi is erre törekszünk, hogy a munka az ne csak egy egyszerű foglalkozás legyen, hanem egy baráti kör, egy baráti közeg is alakuljon ki, és ebben a legfárfőzéstől a minden egyéb máson, a Mikuláson keresztül ezt mind-mind meg is próbáljuk tenni. Az önkormányzat gazdálkodik, több traktorunk van, van kombányunk, amit lehet látni, megvan hozzá minden eszközünk, tehát minden gépünk, megvan hozzá 16 lovunk van és kondánk is van, ez körülbelül 71-100 között is ért egy számot ad. Emellett van egy vágópontunk is, amelyet most minősítettük át, és a következő esztendőktől már szeretnénk piacra lépni tőkehússal. Jelenleg az önkormányzatnak a falunak van saját boltja, ez egy szociális bolt, részben szociális, bocsánat, bolt, mert lehet sört is kapni, aminek valaki örül, valaki nem. Cigarettát nem lehet a kormány áldásos tevékenysége miatt. Ez úgy néz ki ez a bolt, hogy a bolt közepén körülbelül egy ekkora plac, mint ez a két asztal itt, oda csak helyiek hozhatnak be terméket. Ez azt jelenti, hogy rozsájból krumplit, káposztát, diót, teljesen mindegy, citromot nem, azt szoktuk előrizni, de mindent, amit helyben megterem, vagy ami helyben készül, az a polc rész az övék. Gyönyörű kosarakat fogadtatunk az egyik helyi cigánya, és ugye azon árulják, ők mondják meg, hogy minek mennyi az ára, és teljes egészségben az ő bevételüket gyarapítja ez. Ez éve szinten egy ilyen kis településen a helyi lakosságnak körülbelül 2,5 millió forintot jelent. Ami nem kevés pénz, hogyha ezt felszorozunk, akkor el lehet képzelni, hogy mások ezt körülbelül mennyi. Tehát dolgozunk, van saját Mikulásunk is, igyekszünk könnyíteni a tény kollega sorsán. Gépeink általában egyszerű szerelhető gépek, ugye lehet látni MTZ-ig. Azt szoktam mondani, hogy ettől van erősebb, van szebb, vagy gyorsabb, de jobb nincs. Ez elmegy akkor is, hogyha három kerék van alatta, és ugye egy 19-es kulcsa minden meg lehet rajta szerelni. Mint hogyha az egyik nagy gép, New Holland vagy John Deere megáll, akkor ott ilyen az NCIS, azt szoktam mondani. Körbe szalagozzák, és senki nem nyugat hozzá addig, ameddig a főnök meg nem jön Budapestről, és nem tudom, mit csinál rajta. Tehát ez számomra észszerűtlen, nem is tudom. Mondjuk ezt valaki megcsinálta volna a Rákosi rendszerről, hogy a géphez nem lehet hozzányúlni a föld közé, azt ott le is lőtte volna az állunk szerintem azonnal. Ha meg ez a divat, hogy azért fizetünk 200 000 forintot, hogy valaki kijön a kocsiról és elmondja, hogy rossz a traktor. Hát ezt tudja az ember, hogy nem egy különleges dolog. Mondtam, hogy vannak lovaik, vannak pajkosabb lovaik, és hála jó Istennek, mindenképp kell az élet, meg is van az eredménye. A lovakat az több félre használjuk. Obodásoknál van lovagoltatás és szekeresztetés, természetesen azt tudjuk és érezzük mi is, hogy a mi világunk is egy kicsit eltávolodott a természettől, minél közelebb a gyerekekhez, minél közelebb vissza kell hozni ezeket a dolgokat. Másik pedig ezek pónylovak és ezek nagyon erős igás lovak, és több szekerünk van,
több fogatunk, és dolgoznak nagyon szigorúan, annak rendje is módja szerint. Van egy alapítványunk, amely az önkormányzat másik lába, szerintem az ország egyik leghosszabb nevű alapítvány, de a Rozsály Községét Jóléti Szolgálat helyi alapítvány. 93-ban beletettek mindent, hogy mindenre lehessen pályázni, tehát bármely szóval meg lehet fogni bármi. Ez az alapítvány működtet két nyitott tanulási központot, van két nyitott tanulási központunk, felnőtt képzés folyik, ami azt jelenti, hogy német, angol, informatika, kressz és minden egyik olyan, amelyre helyi igény jelentkezik. 12 település tartozik Rozsályhoz, és onnan szoktuk begyűjteni a képzési igényeket. Ez a működteti a boltot is, és ez az alapítvány működteti a helyi televíziót is. Ha valaki még nem tudott dönteni, hogy hova adja az adó 1%-át, és a helyi kollega nem haragszik meg, akkor írják fel ezt a kis adószámot, és majd nagyon szívvel és szeretettel várjuk az adományokat. A szociális fölprogramunk három részre oszlik. A legfontosabb a rászorulókat az ingyenes kertművelés, és onnan kis állat tartunk is. Hála Istennek a cigányság körében is nagyon nagy elmozdulás van az utóbbi időben. Több cigány család kezdett el állatot tartani, és idén volt az, hogy 8-an béreltek már földet az önkormányzattól, 8 család, akik hát nem mondom, hogy nagy üzemben, de 2000 méteres kordonos uborkát kezdtek el fejenként csinálni, ami egy elég hosszú és minkeserves munka, aki szeret már uborkát, azt tudja, hogy ez minden csak nem jó mulatság, csak a legvégén, amikor az ember végez. Nekik az önkormányzat ingyen és bérben biztosított földet, és nagyon örülünk nekik, hogy ők is ráléptek az adófizeték sorára, hiszen ne felejtsük el, hogy ez az őstermelőség, és itt előbb-utóbb fizetni kell a 600 forint felé. Ez nagyon fontos dolog szerintem. Helyben, nem, tehát Rozsály nem szép falu. Tehát mindig szívfájdalmam, amikor elmegyek nagyon sok szép faluba, hogy gyönyörű virágok vannak, de aztán mindig azt mondom, hogy inkább munka legyen, és a virágok majd mindenki otthon a kis kertbe oldja meg magának. Ezen a helyen ott ezelőtt még pár évvel büdöske volt, most hagyma van meg fejet látni a hónapos retek, és mindig elmondom, hogy a büdöske meg a hagyma közt két különbség van. A büdöske szép, a hagymát meg lehet tenni, tehát helyet választod, hogy melyiket szeretnénk csinálni. A településen nőttek 35 család van kiemelve a helyi rendeletünkben, akiknek ingyen biztosítjuk a fertőzést és természetesen a hozzávalókat is. Ez a cigánysornak az egyik vége, a kert rendben van, lehet látni, az udvar is rendben van, el szoktam mondani, ilyen gyep állítom az Old Traffordon nincs, tehát fantasztikus gyepük van lent a romáknak. Ez pedig Évike, tavaly kezdte meg a kiskertjét, 25 évesen soha nem volt még kiskertje, de az első lépés ugye nagyon fontos a módon, és el lehet mondani, hogy a nagy lépés ez. A kis lépés az egy embernek, a nagy lépés az emberiségnek. Tehát az, hogy rávezessük az embereket arra, amire valók, az egy hosszú és nagyon nehéz folyamat. Amit tudunk, azt mind helyben oldjuk meg. Ez is a cigány sornak a vége. Ez van most berakva a teljes 2,5 hektár uborkával. Érdekes látvány volt, nagyon sokan voltak itt megnézni, tehát Budapestről és az Istenben lehetett ezt megcsinálni, és mondtam, hogy sehogy, hát ők csinálták, és mi megadtuk a helyet, legyen szerencséjük nagyon sokáig. Több idős lakik nálunk, és nekik szoktuk a kertet nagyon kedvezményesen művelni. Még egy vállalkozó ezt a példát szoktam mondani, 20 000 forintért szám meg egy hektárt, az önkormányzat 15 000 forint teszi ezt. Budapesten, hol Budapesten, Dunántúlon voltam egy konferencián, és mondták, hogy megeszántanánk az ő földjét, mondtam, hogy nagyon szívesen címbala, csak hozzá Rozsályba, megszálljuk, és aztán mit haza. Egészen oda, ahol vagytok. Van egy érdekes, hát nem találmány, hanem egy nagyon jó gondolat. 2006. október első év volt a választás, hiszem, amikor én polgármester lettem, és akkor a település nyert egy uszodát. Tehát az előző polgármesterünk kihajtotta, hogy PPP konstrukcióval 564 millió forintért építenek egy uszodát Rozsályba, és ez arról szólt, hogy ezt ingyen építik. Ez így is volt. Két hét volt a rendelkezésre, hogy aláírjuk ezt a szerződést, különben eluszik. Hát nem írtuk alá ezt a szerződést, ugyanis igaz, hogy ingyen építik meg, csak azt elfelejtették mondani az ővállalkozó, hogy igen, ezt vissza is kell fizetni éves szinten, 115 millió forintba került volna a településnek. És én kiszámoltam gyorsan, hogy naponta 700 embernek kell ebben az uszodában lenni, hogy tehát meg nullán legyünk, és ugye 800-an lakunk a faluban. Nem volt annyira vidám, mint már most róla mesélni. Tehát alig tudtam megnézni a képviselő testületet, hogy jelöljék ki azt a 100 embert, akinek nem kötelező minden nap menni az uszodába, és akkor aláírjuk, hogy ha nem, akkor én nem fogom aláírni. Természetesen, amit itt láttad, ez egy szociális fürdő, ez 3 évvel ezelőtt két tavaly fel lett újítva.
ez a cigánysor végében van, az önkormányzati, a ház, az alapítvány üzemelteti, ebben a helyi lakosok tudnak bejönni, fürödni, ingyen és bérmentve használhatják. Mind a fürdőrészt, mint pedig a mosókonyha részt. Asszonyok szokták kérdezni, hogy miért nem automata mosógépet raktunk már bele. Én el szoktam mondani, idősebben biztosan ismerik ezt a két gyönyörű műalkotást, ipari műalkotást, ugye hajdú centrifuga és hajdú keverő tárcsás mosógép. Mondom, ezzel egyetlen egy programban, megnyomja a piros gombot, megy, ha nem, akkor nem megy. Az automata mosógépen 300 programban, álltam rá egy 750 tömbre is ment volna. Ezek nagyon hűséges utcák, és nagyon jól teszik a dolgokat. Ami végül is a lényeg, és amit mindenütt be kellene tartani, az ez a körforgás, amit itt látnak ezen a képen. Én nem fogok tudni segíteni Körös Ladánynak, és önöknek sem fogok tudni mondani jó gondolatokat, mert én azt mondom el, hogy mit csináljuk Rozsályban. Tehát, hogyha valaki jó gondolatot szeretne magáévá tenni, akkor érdemes az idősebb emberekkel beszélgetni, azoknak vannak jó gondolatai, és néha magasak is, higgyék el nekem, és tőlük kell megkérdezni, hogy mit ők hogyan látnak. Ugye van saját földünk, vannak saját gépeink, van saját terményünk, van kondánk, annak van egy kimeneteli része, van trágy, ami megy vissza a földre, van saját vágóhidunk, a pusunk is van, amit árulunk a boltban, megy a tödőkészítésbe, és az ételhulladék pedig megy vissza a hizókhoz. 24 órán belül, hogyha visszakerül a mosdáig a disznókhoz, akkor még az Európai Unió nem bünteti ezt a dolgot, amúgy pedig büntetik. Nem tudom, ennek hol van a logikája, nem tudtam még megfejteni. Mindig el szoktam mondani, hogy szegény nagyapám 94 évig élt, mindig mosdáikban hízott a disznója. Ahogy illik, mostani emberek az 50-60 év között sajnos itt hagynak bennünket is. És elmennek. Ha már sokkal nehezebb a 60 évet megérni, mint a 80-at, aki megéri a 60. évét, ott már fogja a 80-at is. Tehát ez egy óriási nagy probléma, egészségügyi probléma. A település, ahogy mondtam, 90 hektáron gazdálkodik, három zöldséges kertünk van, a többi az kaszáló és szántó. Ebben az egész éves termelésünket, az egész éves szükségleteinket meg tudjuk termelni. Ez úgy néz ki, hogy nekünk 400 adagos konyhánk van, és ugye minden évben megvan az, hogy mennyi volt a felhasználás, és erre a felhasználásra szoktuk mi betervezni azt, hogy mennyi uborkát, mennyi hagymát, mennyi krumplit, mennyi káposztát, mennyi egyebet kell, hogy megtermeljünk, mennyi hús. És akkor ez alapján azt tudjuk be, hogy melyik földre mit fogunk majd termelni. Tehát ez a palántázás, ez az egyik, a legnagyobb zöldséges fert. A gépeink, ahogy mondtam, tehát a legegyszerűbb gépek, amelyeket mi tudjuk szerelni, tehát nagyon ritkán jön ki hozzánk idegen szerelő, helyben a fiúk, amik tudnak mindent ügyesen megoldanak, hogy ez egy komplimető gép, biztosan többen felismerték. Ezt már látták az én, csak tényleg is meg lehet hátulról. És a legfontosabb az, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor ugye körbe kellett keríteni ezeket a földeket, és betonoszlopot szerettük volna vásárolni, és elég drágán adták a betonoszlopot, és akkor azt mondtam, hogy semmi gond, mi is csinálunk betonoszlopot. És akkor elkezdtük egy picit kis rázóasztallal, most már ennek a hatszorosa van, és a betonoszlop mellett készítünk most már térkövet is, és ugye azt használjuk teljes egészében a településnek a díszítésére, annak rendje és módja szerint, és ugye a saját földek körbekerítése mindenki fontos a számunkra. Ez egy régi partizán akció volt, remélem ezért nem fognak lecsukni, tehát 2006-ban, amikor én polgármester lettem, akkor már úgy kezdtünk, hogy a tűzifát azt lebontuk a szociális segélyből, nem hagyunk a kész, nem kell itt köntörfalazni, mindegy azt szoktam mondani, inkább igazságos legyen egy jogszerű, mert az embereket jobban érdekli. Nagyon nagy félelmünk volt, akkor elég hideg fél volt, hogy hogyan fogják túlélni a családok, főleg a cigány családok ezt a telet. És arra dolgoztuk ki ezt a konstrukciót, hogy meg volt határozva, meg volt beszélve a családnak, bocsánat, hogy neki mennyi fára van szüksége. Ezt az önkormányzat megvásárolt és levonta aztán majd a zöli állandóságaiból, nem is hagyott meg senki. És hogy látják, vagy látjátok, rengeteg fa menekült meg. Azt mondtam az erdésznek, figyeljétek, komán, két választásod van, vagy megegyezünk és kifizetem a fárát, vagy nem egyezünk meg és kivágják a fát, tehát ugyanott vagy. Én mindegy, én járok a legrosszabbul, mondom. Én járok a legrosszabbul, mert nekem ezzel munka van és dolgozik el. De aztán az erdésszel is megegyeztünk, meg megegyeztünk a családokkal is. Jelenleg is be van már depózott körülbelül 2000 mázsa fánk, és akkor készülünk annak rendés módja szerint a télre, mert olyan nyár is van, ezt a tél is szokott lenni általában. A sertésből is lehet vásárolni, tehát a helyiek vásárolhatnak, de most már ugye a boltban megindult a kimérés, tehát akár fagyasztott, vagy akár főkehús lehet vásárolni, így most lényegesen visszaesett.
az pedig úgy működik, kedden és csütörtökönként van disznóvágásom, és akkor a település lakossága bejön a boltba felé, hogy mire van szüksége, és akkor szépen már ki van zacskózva neki, amikor jön a boltba, csak leveszi a polcról és viszi haza. Persze, ha kifizette, tehát figyelünk, mindennek van sorra. Tehát minden munkát, amit itt csak bevillantottam két képet, azt önmagunk végzünk, de gondolom ez mások is hasonló képen van. A járdától megkezdve tényleg a piacon kellett piacot is csinálni, mert hála Istennek van forgalom. Tehát itt mindent a térkövet, az árut, a betont, azt mind helyben készítettük el. Egy-két munkát pillantottam fel, az idősek ők nagyon ügyesek, roncszőnyeget és egyéb ilyen kis kézi dolgokat csinálnak, az is nagyon jó kis közösség, hála jó Istennek. Itt keresik az utat, az utanálók, mivel több gépünk van, egy bérmunkát is szoktunk végezni a környékbeli vállalkozóknak, segítjük egymást, ez nagyon fontos, hogy az önkormányzat és a gazdasági szereplők azok nagyon jó viszonyban vannak egymással. Ezt a címet is egyben csinálták a fiúk, tehát nem kellett hozni faragót, egyszerűen azt mondtam, hogy meg kell csinálni, és meg is csinálták, mert ügyesek, én úgy gondolom, hogy végén pedig hittunk rá egy nagyon jó. Amit mondtam, a lovagoltatás, ez már nem érde, ezt mindegy benne hagyom, mert hát, hogyha lesz változás az ügyben, nem tudom, hogy hát, hogy törös levágyom, hogy volt a vízforában. Hanem az ivóvíz az önkormányzat tulajdonában volt, 5 település látta elébe, szintén 6 millió forint pluszodott a településnek, és ugye, mint veszteséges ágazatot elvitte az állam, nem mondta ezt, csak valamennyit adna vissza belőle. Nálunk 154 forint volt egy köbméter víz. Tehát ez nem tudom, hogy mennyi, másút, nálunk ez szerintem nem olyan rossz tárgy, úgy gondolom, főleg, hogyha azt számolom, hogy 199 forint egy üveg borsodi, az csak egy fél liter, ugye ez meg 1000 liter vízről van szó, ellenvétel, hogy mekkora differencia kettő között. Az önkormányzatnak van saját üdülője, ez Sonkázon a Kistúr partján. Ez két nagy fabarak, már nem annyira korszerű, de nagyon romantikus helyen van. Itt szoktunk tartani a gyerekeknek az erdei táborokat és a német nyelvi tábort. Tehát az általános iskolában, mivel 240 gyerek jár, szomszéd településekről is járnak, van kötelező német oktatás heti 5 órában, és minden évben ki szoktak menni a gyerekek. Tehát így nézte a udvarra, tényleg nagyon klassz helyen van. 12 szolgálati lakással bér a település, ami az össz lakásállománynak több mint az 5%-a, ezek hála jó Istennek tele vannak, és fiatalok idősebbek használják a megnyugvásunkra. Van egy helyi tévénk, ez a Rozsály Televízió, információs stráda is szoktam hívni, 14 falu fogja az adást. Nem csak az emberek nem beszélgetnek már egymással, a falvak sem beszélgetnek egymással. Ugye régebben azért lehetett tudni, ha volt egy bál, akkor mindig felültek a picajra, aztán átmentek a szomszédfaluba, legalább a lányokkal beszélgetnek a fiúk. És a lányok a fiúkkal, ha már a fiúk beszélgetnek a fiúkkal, és lányok a lányokkal, tehát változik a világ, ez biztos. És ezen a csatornán hirdetések vannak, tehát kinek van Hizó eladó, kinek van Simpson motorja, ki szereti Jelzsit, ki szereti Pistát, és minden olyan dolog, fa, tehát minden, ami helyet cserélhet, vagy áru cserélhet ugye gazdát ott ebben a 14 településen, nem kell menni, egyszerűen csak itt fel van adva képújság, szörül és utol lehet érni bármikor a gazdát, és meg lehet vele beszélni a dolgot. Ez a nyitott tanulási központunk a felújítás előtt, itt a helyi dolgozó, most így néz ki. Ez az egyik, és most van még egy teljesen modern ilyen dolog. Mondtam, hogy több terület oktatás folyik. Ez is érdekes, egy ilyen kis faluba, ez nagyon jól működik, igaz, nagy a vonzás körzetünk, tehát mondom, 12 település tartozik hozzánk, de ez egy nagyon-nagyon öröm számunkra. Milyen lehetőségeink vannak? Ugye itt a határ Szatmárnémeti tőlünk most jelen pillanatban 25 km-re van, hogyha megnyitják az utat Zajtánon, akkor csak 15-re lesz. Ez egy 120.000-es város, hatalmas felvevő piaccal, és nagyon sok olyan termék van, amit ők nem tudnak előállítani, vagy nem értenek hozzá, vagy egyszerűen csak nem akarnak, tehát ide be lehet törni, úgy gondolom. A másik van egy szociális szövetkezetünk, ez helyi termékeket állít elő, és most építünk egy gyümölcsfeldolgozót, láttam, itt vannak gyümölcslevek. Nem tudom, hogy mivel préselték, vagy kikészítette, azt hogy csinálták? Majd kicsit bővebben, de majd utána kicsit bővebben. Utána nem, mert én el fogok menni, tehát van présgépe, ez a klasszikus, vagy? Tisztelettel köszöntök mindenkit, egy nagy teljesítményű présgépünk, amihez úgy jutottunk hozzá, hogy itt van Pista, vigyétek el. Az az embernek a telefonszámot jelentek. Ez egy korán, vagy milyen? Korán, vagy Kocsmár? Nem, Maufer.
a befogadó képessége indulásnál 4-4,5 mázsa. Azt. Tehát ez elvégez mosás, darálás, préselést, és ezen fel tudunk dolgozni csonthéjas kivételével minden zöldséget és minden gyümölcsöt. A csonthéjasnak külön munkafolyamat, ahhoz is már megalakítunk. Köszönöm szépen az információt. Mi is építünk egy ilyen feldolgozót, most épült tető alatt, most már van tető alatt, és mi forrános gépekre pályáztunk, és ugyanígy 100%-os gyümölcsleveket, legfárt és asszalvány fogom majd benne készíteni. Remélem, mert sikere. Van egy, nálunk nincs falunak, nálunk pünkösdölés van. Pesten egyszer megkérdezték, mikor tartjuk a pünkösdölést, mondtam, hogy augusztus 20-án szoktuk. Az ünnep, piros betűs meg is nézhetik, mondom, nem is hazudok. Ami pünkösdölést szoktuk tartani, ez a lényeg, tehát maradunk az ilyen hagyományos dolgoknál. Ez úgy néz ki, hogy ez nem falunak, hanem ez teljesen az ellentétje. Itt olyan emberek jöhetnek be, és olyan emberek családja, akik tesznek valamit a településért. Tehát bár benne vannak valamelyik civil szervezetben, mert van, vagy benne vannak valamelyik sportkörben, vagy egyszerűen csak az ő munkájukat hozzáteszik a faluhoz, akár a sportra, mondom, röplabdával, vagy pingponggal, vagy van színjátszókörünk, hajnal pedig a színjátszókör felnőtt gyermek, vagy benne vannak a néptáncban, vagy benne vannak a kórusban, teljesen mindegy, vagy benne vannak a horgász egyesületben, tehát ők jöhetnek be. Ez először egy kis felháborodás váltott ki a település nagyobbik részéből, 800-an lakunk, 300-an voltunk benne az első alkalommal, és a másodikon már 450-en voltunk benne. Tehát ez ingyen van, tehát be lehet jönni, két nagy darab legény áll az ajtóba, aki van karszonak bejön, aki nincs karszonak nem jön be, ilyen egyszerű, nem kell ezt túlspirázni, és az önkormányzat az alapítványnak közösen biztosítja alapanyagot, tehát a főzés, ez mindenkinek főznie kell, mindegyik csoportnak főznie kell, és a végén van egy kóstolás, és mindegyik csoportnak be kell mutatnia, hogy mit végzett az elmúlt esztendőben, valamilyen kis színdarabot, táncot, vagy ilyeneket, teljesen mindegy, ami ide való. Nem olyan rossz dolog, ki kell próbálni, az emberek szeretnek tartozni egy olyan közösséghez, ahol jól érzik magukat a tagok, viszont azért meg is kell dolgozni, hogy tartozzanak, tehát ingyen nem szívesen. Van több bányatagunk, csináltunk egy horgász egyesületet, ez a Kavics bányától van szó, ez a kavicsos horgászok baráti köre. Mondta az egyik kollégám, hogy tiszta szerencsé, hogy nem homok bányátok volt, mert akkor a homokos horgászok baráti köre. Ágyuk az eszünket, nem tudom, vannak itt horgászok, vagy... A horgászok fundamentalisták, tehát én szerintem... Én csak folyóvizetek. Azt mondanám, hogy ha azt mondanánk 5000 magyar horgásznak, hogy Irakban van egy fájint tódok, lerohadnánk. Nem tud megoldani az ENSZ, vagy a NATO, megoldanánk a horgászok. Ez nagyon tiszta vízű, 10 méter mély tóról van szó, és nagyon lesz a vizet. Voltam egy konferencián, ahol japán fűzőről volt szó. Azt mondták, hogy milyen nagyszerű növény. Azt mondtam, hogy nekünk is van egy ilyen nagyszerű növény, ezt úgy hívják, hogy almafa. A helyi falugazdásszal kiszámoltuk, hogy a Rozsály 15 km-es közepébe körülbelül 300 tonna vesszőt vágnak le a fákról, és ezt nem használjuk semmire. Egyszerűen csak elégetjük valahol, vagy kitolják, vagy leszárdúzzák, és akkor ez az almaszedés. És akkor vettünk két ilyen kis gépet, ezek venyége bálázók, lehet, hogy ismerik, olaszoknál dívik ez a szőlőbe, ez 3,5 centis vesző tud bebálázni ilyen henger bálákba, és ezzel fűtöttünk, igen. Egészen addig, míg az állam nem vitte el az iskolákat. Addig megspóroltunk havi szinten 1,8 millió forintot januárban, februárban, márciusban, tehát 3 hónap alatt visszajött a gépára. És most nem tudom őket meggyőzni, hogy felelmi pénzért kifűtünk nekik. Ez valahogy nem megy, mert nem sikerül, vagy nem tudom, hogy a dolgozni mellett. Ez egy gulákban van rakva, lehet látni a lovakat, és dolgoznak valóban. Aztán erről már beszéltem, erről is beszéltem. És én megköszönöm a figyelmüket, életképek Rozsályról, tehát meg lehet nézni. Van gyerek is, mert végül is a legfontosabb a gyerek, tehát meg lehetne oldani Körös Nagyának is a problémáját, gyereket kell csinálni, ilyen egyszerű. Tehát és akkor nem 4000-an laknak, hanem laknak majd 8600-an. Ez gyerek nélkül nehezen fog menni. Tehát mindenki azt mondja, hogy könnyen beszélek, persze könnyen beszélek, de ezt szoktam mondani, ezt a poént, hogy 500 ilyen lány csinálok, és a fiú visszaadom a pénzt, csak haladjuk már valahova, mert... annyira kevés a gyermek, hogy ez valami őrület. És azt mondta Veres Nándi barátom, a nagykörű polgármester, hogy olyan kicsi ez a nemzet, hogy csak a levegőt is csak drasztikusan vehet.
Hát ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy ahhoz, hogy megmaradjunk még ezen a Kárpát-medencén nagyon sokáig, amit a Jóisten nekünk szánt, ezért bizony tenni is kell, nem csak elvárni. És igen, annak az egyik feltétel, hogy ilyen meg sajnos, ha tetszik, hanem van ebben öröm is, persze elmondom mindenkinek, főleg az elején, és aztán van bánat is, de hát az öröm és a bánatok együtt járnak az utcán, régen is így volt, és így ismerem. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, hogyha lenne valakinek kérdése, hát kérjem már meg, hogy tegyék fel most, mert nekem el kell ezt mennem, mert megyek én is tovább. Igaz, nem háromra. Háromra már nincs sem. Igen, nem tovább. Jó, nem van. Hát itt vagyok, ha tudok válaszolni, akkor válaszolok, ha nem, akkor írásban majd leírják, és 90 napon belül helyi képviselőt, esőet, elvirágy, válaszolok, hogy nem. Ha menni kell, kollega, akkor menj nélkül. Már mindegy, igaz? Végezem már. Jó. Tehát így élünk. Tehát én nem... Ezt szoktam mondani, hogy a média így apostrofál bennünket, hogy önfenntartó település. Azt szoktam mondani, hogy termelő települést jobb szeretem. Egyrészt azért, mert gépeink vannak, és azok gázolajon működnek, és gázolajom az nincs. Tehát, hogyha a falu alatt menne egy gázolajkút, akkor már a falu se lenne ott szerintem. Hanem Putyin lenne már ott régóta. Belőle a probléma. De valóban mindent, amit meg tudunk termelni, azt mi meg is tesszük. Igaz, hogy munka van vele, de az nagyon fontos, hogy 93 óta, amikor a TSZ felbomlik, tehát nálunk megvolt a folyamatosság, és a helyi lakosság körében akár magyar, akár cigány nem felejtett el azt, hogy igen, meg kellene fogni a kapanyelet, ahhoz azért, hogy megegyem a zsíros kenyeret odahaza. Tehát ez egy nagyon fontos, mi előnyben vagyunk mindenkivel, és tényleg sokszor fel szoktak hívni, hogy én hogy oldanám meg, mindig elmondom, hogy hozzá ide rozsájba a problémát, és megoldjuk, de azt csak ti tudjátok ott megoldani, le kell ülni. Mindenütt nagyon értelmes emberek vannak, tehát a magyar az érdekes ember, az roppant értelmes és roppant huncut, de hát a Jóisten nem adhat meg mindent ugye a zsidóknak, valamit kiválasztott népnek. Ezért aztán nagyon sok olyan problémát meg tudunk oldani, és meg is kell, hogy oldjuk, ezt hozzáteszem, amit más talán nem igen tudnak. Néha én is el vagyok keseredve, a kollega is biztos érzi, ugye, amikor fentről szólnak, hogy most egy kicsivel kevesebb pénz lesz, hogy vajon hogy is lesz ez, vagy mit is fogunk csinálni, de akkor aztán mindig azt mondom, hogy ha Jóisten gondot adok, majd észt is ad hozzá, hogy megoldjuk ezt a problémát. És akkor köszönöm szépen, hogy meghallgattak, hogy kicsit vártak rám. Igyekeztem helytállni, hogyha valamit nem mondtam el, akkor szóljanak és elmondom majd. De... Mi majd legközelebb, igen.